Na, most megyünk a nagy modern híthoz, aminek állítólag az a neve, hogy Szlovák Nemzeti Felkelés Hídja. Hello emberek, köszöntelek titeket itt a hetedik részében a Bécsi filmnek. Még március 17-e van, mert lehet, hogy elég tömör volt már ez a nap, de még bejöttünk a városra szétnézni. Már jártunk erre esőben, de hát ez nem volt az igazi, úgyhogy végig megyünk rajta még egyszer. Na, emberek, folytatjuk a hetedik részét a bécsi utazásunknak. Ma van március 18-a, a hétfő. Ma fogunk hazautazni, már össze is pakoltunk szinte mindent. Legelőször is Pozsonyba megyünk. Ja, és amúgy közben ez elég érdekes, ez a patak, ami állítólag a Bécs patak, vagy Bécs folyó, nem tudom, egyszer patak, egyszer folyó. Tudjátok, amikor ideértünk, egy kicsi kis erecske volt, utána már mutattam, hogy kitöltött az egész medrét és folyó volt. Na most már megint patak lett, szóval... Mindegy. We'll be right back.
Na, emberek, itt vagyunk a pozsonyi várban, itt most körülnézünk, aztán megyünk le az óvárosba. Emberek, hát ezt megnéztük, nem volt valami nagy cucc, de mindegy, most lemegyünk az óvárosba. Na, emberek, Pozsony belvárosában már szétnéztünk, és ezzel vége is lett a hetedik résznek, szóval köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok a következő, és ja, és iratkozzatok fel. Most megyünk a nagy, modern hídhoz, aminek nem tudom mi a neve, Szlovák Nemzeti Felkelés Hídja. Oda fel fogunk menni, de ezt már csak jövő héten, a 8. részben láthatjátok, úgyhogy viszlát, emberek!